Rajt! Szombaton 11 órakor rajtoltak el a versenyzők a 3. Gyulai Várfürdőkupa tájékozódási futóverseny és főiskolai egyetemi bajnokságon. A verseny a Sprintliga első fordulója is volt egyben. A rövidtávú futam első fordulója délelőtt a belvárosban, a második délután a vár környékén zajlott. Tankó Gyula Hódmezővásárhelyről érkezett a versenyre. Azt hiszem 5 éve kezdtem ezt az egész tájfutást, és azóta nagyon élvezem, és kedvenc sportom. Őri Feliciánnak ez a második tájfutó versenye. Ő hosszú ideje dzsúdózik. A párjával együtt Paksról érkeztek. Ez az igazság, hogy a párom tájfutó, és ő neki a utolsó lehetőség az egyetemistások között itt összecsapni. És akkor gondoltam én, hogy mint más sportákból elkísérem, és akkor megpróbáltatom magam itt is, hogy a futásba mennyire tudom kibontakoztatni a szárnyaimat. Úgyhogy hát magamhoz bizakodó vagyok, de a realitás alapján inkább azt mondom, hogy egy erős középmezőnybe szeretnék végezni. Paskúj Mátyás főszervező elmondta, a rövid távú versenynél a leghosszabb pályák 3-4 kilométeresek. A lényeg az, hogy a versenyző a rajt sipszó elhangzása után kap egy térképet, rajta van egy pálya, amit nem ismer előre, és abban a sorrendben a pontokat érintenie kell, és aki a leggyorsabban teljesíti, az a győztes. A Várfürdőkupa 3. fordulója, ami egyben a Diák Olimpia délalföldi versenye volt, vasárnap Városerdőn zajlott.